LEGO robotok és az őket programozó izgatott csapatok vették birtokba a Mobilis interaktív kiállítási központot. Idén már negyedik alkalommal rendezték meg a First LEGO League versenyt, melynek témája idén a City Sharper, azaz a jövő városa volt. A Mobilis ügyvezetője elmondta, örül annak, hogy egyre többen veszik igénybe a Mobilis szolgáltatásait, és hogy a LEGO egy hasznos eszköz a gyermekek fejlesztésében. Amiért a LEGO egy nagyszerű eszköz mindenhez? Hiszen amit most a cégek a munkaerőpiacon igényelnek, az sokkal inkább az, hogy valaki megfogalmazzon egy új ötletet. Kreatív legyen, probléma megoldási készsége legyen, prezentációs készsége legyen, gyűjteni tudjon anyagokat, és amiket mondtam, ezeket a kompetenciákat mind így összességében fejleszti a First LEGO League versenyt, hiszen a gyerekeknek itt kellett prezentációt tartani. Zsűri, szakmai zsűri tagjai előtt kellett ezt megtartani. A csapatoknak a prezentáción kívül kutatási munkákat is el kellett végezniük, zárásként pedig egy robotot kellett megtervezniük a kutatások alapján. Az ügyvezető kiemelte, látszik, hogy maga a verseny egy összetett dolog, de ha van egy lelkes csapat, akkor akár két hónap alatt is fel tudnak készülni, mint például a Tápszent Miklósi iskola csapata. Az egész úgy kezdődött, hogy nem régen egy tanfolyamot végeztem el Tatabányán, és úgy gondoltam, hogy akkor ennek az eredményét kamatoztatni is kellene valahogy. És egy tavaszi pályázattal, a Programozza Jövőt pályázattal nyertünk egy LEGO robot készletet. És lelkes gyerekeim vannak, most három kisfiúval elindultunk ezen az FRL versenyen, és úgy gondoljuk, hogy ennek jövője is lesz, hiszen nagyon lelkesek és nagyon szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk. Kettő hónapunk volt eddig a rendelkezésünkre álló idő, úgyhogy ez alatt a két hónap alatt, amit felkészültünk, azzal is már a zsűri szerint nagyon szép eredményeket értünk el. Szilasi Péter Tamás a NEMAK illetékese híradónak elmondta, ezek olyan feladatok, melyek olyan képességeket fejlesztenek, amelyek a munka világában elengedhetetlenek. Maguk a vállalatok, így a NEMAK is, pontosan azért áll emögött a verseny mellett, és azért gondolja azt, hogy ez a egyik legerősebb pályaorientációs és oktatási verseny, mert valóban olyan képességekre készíti fel a gyerekeket, ami a vállalatok számára rendkívül fontos. Dávid Noémi, az Aportec csapat tagja azt mondta, a legkönnyebb a csapatban való dolgozás volt, hiszen társaival már 13 éve jól ismerik egymást. Rengeteget készültünk, eleinte heti egy alkalommal, de amikor már elég és szorított az idő, akkor minden napot maradtunk az iskolában 8-ig. És hát igen, nagyon-nagyon sokat készültünk szerintem, és megérte. A látványos robotversenyek mellett a Mobilis más izgalmas programmal is készült. A felső térben bemutatkozhattak többek között a LEGO szakkörösök, akik egy megépített szélkereket és egy hozzá tartozó programot mutattak be. A First LEGO League verseny első két helyezettje bejutott a versenysorozat elődöntőjébe, amit februárban Lengyelországban rendeznek majd.